Nyolcadik alkalommal gyűltek össze a hazai bírósági dolgozók, hogy együtt sportoljanak. A nagy múltú eseménynek Miskolc adott otthont. A házigazda csapat pedig majd minden sportágban képviseltette magát. Többek között teniszben, pingpongban, fociban és extrém sportban is összemérték fittségüket a résztvevők. Érkeznek a versenyzők, készül a csoportkép. Az ország minden részéről jöttek bírósági dolgozók az egyetemvárosba. A sportközpont ad otthont a háromnapos országos bírósági sportnapnak. Több mint 520 sportoló fogja összemérni 6 versenyszámban, illetve 6 sportágban az erejét, és egy kicsit azért a sportolás mellett az együtt töltött idő nagyszerűségére és csapatépítő jellegére is hangsúlyt fogunk fektetni. A mezőny közös bemelegítéssel kezdte a napot. A mindennapokban komoly szellemi munkát végző bírósági dolgozók számára fontos, hogy ne csak szellemben, hanem testben is egészségesek legyenek. A miskolci csapat szinte minden sportágban képviseltette magát. A sport az olyan örömforrás, amely a mindennapokban is sokat segít, megtanít egyebek mellett arra, hogyan tűzünk ki célokat, hogyan legyünk úrrá kifogásainkon, hogyan fejlesszük az akaraterünket, önfegyelmünket. A sport az türelemre és kitartásra is tanít minket, illetve erőt ad és közösséget épít. Kispályás labdarúgás, tenisz, extrém futás és kosárlabda. Többek között ezekben a sportágokban bizonyíthattak a résztvevők, de a háromnapos esemény a közösségről és Miskolcról is szól. Ennek az eseménynek nagyon sok szempontból van komoly jelentősége. Egyrészt sokan visszatérhetnek Miskolcra, akik itt végezték az egyetemet. Ugye most már sok generáció indult el, bíró generáció Miskolci Egyetemről. És nagyon fontos az is, hogy épek legyenek, ne csak szellemileg és lelkileg, érzelmileg a bírók, amikor a tárgyalóteremben vannak, hanem fontos, hogy bírják is fizikailag. A miskolci törvényszék Balassagyarmattal, Debrecennel, Egerrel és Nyíregyházával közösen pályázott sikerrel a 8. sportnapra, ahova több száz sportoló érkezett. Magyarországon 11 000 ember dolgozik bírósági alkalmazottként.